Múzes 5. könyve, 32. rész Múzes éneke Figyeljetek, egek hadd szóljak, A föld is hallja meg számnak mondásait. Esőként szitáljon tanításom, Harmadként hújon mondásom, Mint permet a zsengefűre, Záporeső a pázsitra. Bizony az Úr nevét hirdetem, Magasztaljátok Istenünket. Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, Mert igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Megromlottak nem fiai már, hitványak, fonák és hamis ez a nemzedék. Ez a hála az Úr iránt bolond és esztelen nemzet, hisz atyád ő, aki megteremtett, ő alkotott és tett erőssé téged. Emlékezz az ősidőkre, gondol csak át az előző nemzedékek éveit. Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli, a közötted élő véneket ők majd igazolják. Mikor a felséges kiosztotta a népek örökségét, népekre osztva az emberek fiait, mikor kijelölte a nemzetek hazáját, kik annyian vannak, mint Izrael fiai, akkor az ő népe maradt az úr része, Jákób lett az ő kimért öröksége. Puszta földön talált rá, kietlen vagy sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét. Ahogy a sas, röptetve a fészek alját fiókái fölött rebdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, evező tollán hordozva őt. Az úr vezette egymaga, nem volt vele idegen Isten. A föld magaslatain hordozta, a mező termésével letette. Mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. A tehenek vaját, juhok tejét, bárányok kövérjével, a básáni kosokat és bakokat a búzaliszt legjavával etted, és a szőlővérét, a színbort ittad. Meghízott Jesúrún kirúgott a hámból. Elhíztál, kövér vagy, hájat eresztettél, és elvetette Istent alkotóját, elhagyta szabadító szikláját. Idegen Istenekkel tették feltékenyé, utálatosságokkal bosszantották őt. Szellemeknek áldoztak, nem Istennek. Isteneknek, akiket nem ismertek. Újaknak, akik nem rég jöttek, akiket még nem féltek, atyáitok. Kűszikláddal, aki nemzett, nem törődtél, elfeledted Istent, aki világra hozott. Látta ezt az úr, saragjában megutálta fiait és lányait, és ezt mondta, Elrejtem az arcomat előlük, meglátom, mi lesz a végük. Álhatatlan nemzedékez, fiak, akikben nincsen hűség. Semmit érő istenekkel tettek féltékenyé, haszontalan bálványokkal bosszantottak engem, semmit érő néppel én is feltékenyé, bonond nemzettel bosszantom majd őket, mert tűzlobban fel haragomtól, perzselve lecsap a holtak hazájáig, megemészti a földet, és ami azon termett, felgyújtja a hegyek alapjait. Elhalmozom őket bajokkal, valamennyi nyilamat kilövöm reájuk, az éjségtől elgyengülnek, lázemészti őket, és keserű halál. Vérengző vadakat eresztek rájuk, és porban csúszó mérges kígyókat. Kint fegyvergyilkol, bent meg a rémület, ifjat és szüzet, csecsemőt és vénembert egyaránt. Szétzúzom őket, gondoltam, emléküket is kitörlöm a halandók közül, de tartok az ellenség gúnyolódásától, hogy félreértik ellenfeleik, és majd azt mondják, a mi hatalmas kezünk, s nem az úr művelte ezt. Milyen tanástalan ez a nemzet, és milyen értelmetlen. Ha bölcsek lennének, felismernék, és megértenék, mi lesz a végük hogyan kergethet ezret egy, és hogyan űzhet kettő tízezret. Csak úgy, hogy kősziklájuk kezükbe adta, az úr kiszolgáltatta őket. Mert sziklájuk nem ér fel a mi kősziklánkkal, ezt ellenségeiknek is el kell ismerniük. Szőlőjük sodoma szőlőjéből való és gomora szőlőhegyéről. Szőlőfürtjeik mérgezőfürtök, keserűek a szemei. Kígyó méreg az ő boruk, viperák kegyetlen mérge, de el van ez rejtve nálam, lepecsételve kincstáramban. Ennyi a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik lábuk, mert közel van a vesztük napja, és siet már a végzetük. Bizony igazságot szolgáltat népének az úr, és megkönnyörül szolgáin, ha látja, hogy ernyett a kéz, és végét járja a nagyja. Hol vannak isteneik, mondja, és a szikla, akiben bíztak? akik ették áldozataik kövérjét, itták ital áldozataik borát, nosza rajta segítsenek, rejtsenek el benneteket. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül. Én adok halált és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen. Kezem az égre emelem, és megesküszöm önmagamra, az örökké élőre. A villagó kardon megélesítem, és ítéletre nyújtom ki kezem, bosszút állok ellenfeleimen, és megfizetek gyűlölőimnek. Nyilaim vérrel részegítem, és kardom hússal lakik jól, elesettek és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejével. Dicsérjétek ti nemzetek annak a népét, aki megtorolja szolgái vérét, bosszúval fizet ellenfeleinek, de engesztelés szerez népének földjéért. Mózes megtekinti az ígéret földjét. Mózes pedig odament és elmondta ezt az éneket az utolsó szóig a nép füle hallatára, Józsuéval, nun együtt. Miután Mózes elmondta mindezeket egész Izrael előtt, így szólt hozzájuk. Szívlejétek meg mindazokat az igéket, amelyekkel ma intelektiteket. Fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg és teljesítsék ennek a törvénynek valamennyi igéjét. Mert nem üres beszéd ez a számotokra, hanem ez jelenti számotokra az életet. Általa élhettek hosszú ideig azon a földön, amelyre most átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Ugyanezen a napon így beszélt Mózeshez az Úr. Menj föl ide, az Abárim hegységbe, a Nebú hegyre, amely Móáp földjén Jerikóval szemben van. Tekintsd meg Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak a birtokába adok. Azután meghalsz azon a hegyen, amelyre fölmegy, és elődeid mellé kerülsz, ahogyan a testvéred Áron is meghalt a horhegyen, és elődei mellé került. Mert Izrael fiaival együtt ti is hűtlenek voltatok hozzám a Kádés melletti Meribá vizénél, a címpusztában, és nem mutattátok fel szentségemet Izrael fiai között. Megláthatod ugyan közelről azt a földet, de nem mehetsz be arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok.